No kérem szépen, kisvállalkozók, egyéni vállalkozók, mindenki, aki a Katálban érintett, most figyelje, mert a következő 6-8 percben kivesézzük ezt a témát. Minden, amit a Kata változásról tudni kell, hamarosan terítékre kell Angyal József okleves adószakértővel fogunk beszélgetni. Többek között annak a táblázatnak alapján, ami mutatja, hogy a egyéni vállalkozók, illetve BT-k, akik a katás kedvezményes adót választották az elmúlt időszakban, milyen módon fizettek, milyen százalékos arányban adóztak. Tulajdonképpen nyilvánvalóan a növekvő jövedelemmel csökkent ugye a havi 50.000 forintos tételes adót figyelembe véve az adóterhelés mértéke, tehát ha valaki ügyesen maximalizálta a lehetőséget, és 12 millió forintot keresett éves szinten, vagy annyit számlázott pontosabban katás egyéni vállalkozóként, annak nagyjából 5% volt, illetve egész pontosan 5% volt az adó mértéke, és még akkor is megérte, hogyha egy kicsit túlszaladt a 12 millió, és azt a bizonyos 40%-os büntető adót fizette, hiszen még 20 millió közelében is 20% alatt maradt az összes adó kötelezettség, ami ugyancsak nem mondható túl kedvezőtlennek, de hogy mi van a dolog hátterében, miért is módosította Kata törvényen a kormány, erről most a következő percben Angyal József okleveles adószakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! No, ugye ez a táblázat ismert, ebben sok újdonság nincsen. Miért kellett ezen változtatni? Megáll-e helytállóan a kormánynak az a bejelentése vagy indoklása, hogy egyfajta igazságosabb közteherviselést szeretne elérni, hogy tudnék, ne legyen az, hogy valaki csak 5%-os adót fizet, ráadásul minimális 108 000 forint után nyugdíjjárulékkal számolhat, vagy minimális nyugdíja emiatt. Mit lát ön a háttérben, mi mozgathatta a kormánynak ezt a fajta döntését? Milyen többletbevételekre számíthat, ha úgy tetszik? Tulajdonképpen el kell mondani, hogy az, hogy ez a helyzet kialakult, ezért egyértelműen a kormány adópolitikája felelős. Tehát amikor a katát bevezették, akkor 6 milliós értékhatárhoz tartozott évi 600 000 adó, tehát legalább 10% adót meg kellett fizetni. 2017-től duplájára növelték az értékhatárt, tehát egy plusz 6 milliós sávot bevezettek, de nem változott a tételes adó. Ez azt jelenti, hogy egy 0%-os adósávot vezettek be 6 millió fölött. Ugye ilyen nincs fordított progresszív adótábla. Igazességében 5%-ra. Így most azért csökkent 5%-ra, mert bevezettek egy 0%-os sávot. Tehát ez a hibája volt. Egyébként csak megjegyzem, hogy most, hogy fölemelik 18 millióra, ez már 3,3%-ra csökkent. Tehát a problémát ők generálják, a saját szakmai hibájukat. De mi lett ott a háttérben akkor, hogy növelték ezt a bizonyos határt 6 millió 12-re, tehát mintha támogatni akarták, most támogatták is ezzel a kis vállalkozókat, és most miért vesznek ilyen hirtelen vissza? Jó, az előbb láttunk itt egy ábrát, ezt egy kicsit korrigálnám. Ugyanis a 40%-os különadó az nem a katás vállalkozást terhelte, hanem a kifizetőt. Ja, igen. Hát tulajdonképpen ezt szét kell választani. Miről van szó? Ezzel a 40%-os büntetőadóval, ha mondjuk 1 millió forintos jövedelemnél színlelt foglalkoztatása, mondjuk ezt, mert erre hivatkozik a kormány, akkor ha munkaviszonyban foglalkoztatják a dolgozót, akkor 1 millió után a 13% 130 000 forint. Ha viszont így katásként foglalkoztatják, akkor ugye a 250 000 feletti rész 40% adó alá esik, tehát 300 000 forintot fizet. Tehát tulajdonképpen a munkáltatónak egyáltalán nem érte meg, hogy a mostani kataszabályok mellett színlelt foglalkoztatással foglalkoztatás, ez a munkáltatónak éri meg. Tehát hamis az a indok, hogy a munkáltatók belekényszerítették, ez olyan, mint ha azt mondjuk, hogy a gyereket rákényszerítjük, hogy tök főzelék helyett egye meg egy tábla csokoládét. Nem, hát ez nagyon kedvező volt a vállalkozóknak. A mostani helyzet, hogy át kell térniük átalányadózásra, ez tulajdonképpen burkoltan átcsoportosítja a munkáltatók terheit a magánszemélyekre. Miért? Mert a munkáltató nem fogja megfizetni ezt a 300 000 forintot, cserébe viszont 50 000 helyett 230 000 forint adót fog fizetni a magánszemély, tehát tulajdonképpen a munkáltató terhe csökken, a magánszemélyé nő. Ez egy általános tendencia most, hogy a globális általányadóval is, hogy védik a vállalkozásokat, és ráterhelik a magánszemélyekre a válságnak a terheit. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a színlelt foglalkoztatás nem, hogy nem fog megszűnni, hanem bővülni fog. Egyszerűen azért, mert a katás törvényben benne volt a munkaviszonytól elhatárolás. Ez is bizonyítja azt, hogy nem igaz az a kormányzati állítás, hogy ezt magánszemélyeknek találták ki. Hát a magánszemélyek akkor nem kellett volna a munkaviszonytól elhatárolni.
felhívná a figyelmet arra, hogy az általányadóba egy betű nincs a munkaviszonytól elhatárolásra. Tehát nyugodtan lehet foglalkoztatni színlelt munkaviszonyként, általányadóként, semmilyen szankciót nem ír elő a jogszabály, ez a munkáltatónak jóval kedvezőbb lesz, mint a mostani. Sajnos ez van, a kommunikáció ebben a körben teljesen hibás. Egyébként épp ma olvastam, hogy Varga Judit beterjesztette most az Európai Bizottsághoz, hogy nem lesznek ilyen rapid törvényalkotások, hát ez egy kicsit most viccesnek tűnik. Egyszerűen azért, mert volt itt társadalmi egyeztetés. Kialakult az a konszenzus, hogy a kata havi mértékét legalább a minimálbérhez kell kötni. Ez azt jelentette volna, miután a minimálbér utáni járulék az 93 ezer forint, hogy havi 100 ezer forintra kellett volna emelni a katát. Ehelyett az történt, hogy ez maradt változatlan, aki eddig 75 ezeret fizethetett, azt is megszüntették, tehát megint az az érv, hogy így most több nyugdíj lesz, teljesen hamis. Na most szeretnék néhány dolgot mondani, mert ugye most azért tudom, hogy vannak tüntetések, meg alkotmánybíróság, de hát szeptember 1-jével hatályba lép ez a törvény, tehát most meg segíteni a vállalkozóknak, hogy mit tudnak tenni. De ő mondja, mert ezzel kapcsolatban volt egy tiltakozás, hogy az MKU-nek, ami kiderült, hogy nem teljesen megalapozott, ezt tegyük akkor helyre, hogy általánnyira való átállás. Régen mondom, én nem véletlenül mondom, hogy okleves adó szakértő vagyok, mert ez egy végzettség. Én a matematikus diplomám az 4 évet tanultam. A könyvelőkre biztos, hogy nagy feladat fog hárulni az áttérésnél, de ők ne értelmezzék a jogszabályt. Egy akkora szamárság volt, amit mondtak, hogy nem is részletezném. Tehát tulajdonképpen ezt a törvényt szeptember 1-től végre kell hajtani, és valóban a legkedvezőbb az, hogyha átérünk az általányadózásra. És nem kell egész évre visszamenőleg, ugye? Mert ez volt a félreértés alapja. Ez egy szamárság. Sőt, most a tört évre még kedvezőbb is lesz, mert az évi 1,2 millió forintos adókedvezmény, amit említettem, az éves szinten van. Tehát most 4 hónapra lehet igénybe venni a 1.200.000 adókedvezmény, tehát havi 300.000, tehát erre a tört évre még kedvezőbb is lesz az átállás. Na most, mi az, amit lehet tenni? Sokan vannak, akik azért kiestek katázásból, mert másodállásúak. Na most, ő náluk meg lehet azt csinálni, hogy a munkáltatónak jelzik, hogy ők 6 órás részmunkaidőben akarnak dolgozni, innentől kezdve lehetnek főállású katások, tehát maradhatnak katások. Tehát ez egy kiskapu lehetőség. Egy érdekes dolog, mert ezzel kapcsolatban is érthetetlen, hogy miért szünteti meg a lehetőséget a kormány, hiszen az nem igaz, hogy nem fizet, hiszen a járulékot megfizeti a munkahely a főállásúnak, tehát akkor miért kellene neki másodállású vállalkozóként még további terheket vállalni? Ismételten csak azt tudom mondani, hogy teljesen hamis az indoklás, mert csak mondjuk azt, hogy a nyugdíjasokra is szó volt, a nyugdíjas sem lehet, csak mondom, a nyugdíjas taxis sem lehet katás, szóval azért tisztázzuk ezt is, a nyugdíjasokat teljes egészében kizárták, bármilyen adózási módot választ a nyugdíjas, egyik jogviszonyban se fog adót fizetni. Tehát azért mondom, hogy teljesen fals az indoklás, csak arra reflektálnék, hogy ugye azt mondták, hogy milyen százalékban használják színlelt munkaviszonyra. Kezdetben indultunk 10-15%-ról, aztán már 30, aztán a fele, aztán a kétharmada, a miniszterelnök azt mondta, hogy 100%-a, 430 ezer adózó. Nem, hogy mindenki csal. Egy rövid tippet még a végén, mert lejár az időnk, hogy az általándíj mellett még milyen más lehetőség van a katásoknak a továbbiakban? Tulajdonképpen nincs jobb ennél. Ami van, az, hogy még katába maradjon. Tehát azért tud tenni, például ez, hogy ne teljes munkaidőben legyen, hanem részmunkaidő, akkor maradhat katás. Hogyha például most nagyon fontos, hogy most augusztus 31-ig, amit kiszámláznak összeget, az még a mostani kata alá tartozik. Tehát, hogyha az emelt összegben ugye 8 milliárd 12 millióra. Igen, és ez visszamenőlegesen. Azért mondtam, hogy ha valaki eddig szerzett 8 milliós bevételt, egy balatoni büfés, hogy mondjak egy idén jellegű, nyugodtan most számlázza ki a teljes összeget, mert utána akkor magánszemélyek fele választhatja a katát, és ha a további számlázás cégek fele csak decemberben végzi el, akkor még 3 hónappal meg tudja hosszabbítani a katázását. Angyal Uzsas, nagyon szépen köszönjük a tippeket, reméljük, hogy az érintettek meghallgatják majd, és megfogadják a tanácsét. Köszönjük szépen, hogy eljött.